Köszöntöm a Zsolca televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunk első felében hosszabb összeállítást láthatnak a Magyar Sport Napja zsolcai eseményeiről, majd Kocka Józseffel beszélgetünk stúdiónkban a színek szerepéről a táplálkozásban. A Közelkép után ezen a héten is belenézünk a Kaleidoszkópba. Az ország és a nagyvilág érdekességeit bemutató kisfilm összeállításunkkal zárul a Zsolca TV e-heti adása. Tartsanak velünk! Ötödik alkalommal csatlakozott Felső Zsolca a Magyar Sport Napja országos rendezvény sorozatához. A helyi kezdeményezéseket tekintve az óvodásoktól a felnőtteken át, a szépkorúakig mindenkinek szerveztek programot idén is. A Zsolca TV kamerája végigkövette az egész napos sporteseményeket, az erről készült összefoglalónkat láthatják a következő percekben. Nagyon ügyesek voltak. Így és ilyen hangulatban kezdődött a Magyar Sport Napja idén Felső Zsolcán. Az általános művelődési központ mindkét óvodájában sorversenyeket és ügyességi játékokat rendeztek a gyerekek számára. Futás, mászás, kúszás és babzsákdobás egyaránt szerepelt a programban. A mindennapi sport fontos része az óvópedagógiai munkának. Az egészség megőrzése, az egészséges életmód megalapozása óvodáskorban kell, hogy elkezdődjön, ha korábban esetleg még erre nem volt idejük a gyerekeknek, vagy módjuk. Ezért mi mindent megteszünk, hogy megkezdjük velük a mozgás megszerettetését, és az egészséges életmód megalapozását minél kisebb kortól. Ezek már a délutáni program képei. Ezúttal is sportverseny, de a gyerekek már nagyobbak. Iskolások számára rendeztek vetélkedőt a kastélya szembeni füves részen. A rendhagyó tesőórán számos feladat várt a gyerekekre. A sorversenyeken az osztályok mérték össze erejüket és ügyességüket. 5-ös 10 pont. Igen. 10-es. 10-es. Diájék 10-es, nem 8 pont. Első 3-at pontozzuk. Csak 9. 8 pont. 2-es éve megyek. Igen, 8 pont. Igen. És ki volt a harmadik? Éváék. 3-as, 6 pont. Oké. Okay. A Magyar Sport Napjának idei legnagyobb és legtöbbeket megmozgató eseményén a csapatok díjakat is nyertek. Minden évben megpróbálunk sorversenyekkel készülni. A mai napon 8, azt gondolom, hogy változatos versennyel. Különböző eszközök segítségével, ugrálókötél, gumilabda, kislabda. Újabb helyszín a Magyar Sport Napján. A Sportutcai Faház adott otthont az asztali tenisz kedvelőinek. Itt szakkör is működik, a gyerekek többsége ott tanult meg pingpongozni, így nem meglepő, hogy biztos kézzel állnak az asztal mögött. Ez az a része a sportnapnak, amit a Zsolca TV sem hagy ki sohasem. Stábunk szinte minden tagja szívesen veszi kezébe az ütőt, így volt ez idén is. Ellenfelem bár egykoron még vitorlázó repülőt is vezetett, ma leginkább irodai munkát végez. Így kikapcsolódásként szívesen cseréli le az íróasztalt a pingpongasztalra. Tavaly ugyanilyen sportnap után láttam a tévébe, a Zsolca TV-be, hogy van ilyen lehetőség, és hát ugye ülő munkát végzek, úgy gondoltam, hogy nem ártana egy kis mozgás, és megkerestem itt azt a baráti kört, akik pingpongoznak, és befogadtak. A tornateremben a kosárlabda palánk alatt folyt a verseny, bizony nem könnyű itt pontot szerezni. A gyerekek próbálkoznak, ügyeskednek és visítanak a kosaradoknak. Ide később még visszanézünk, de a rendezvények házában már javában tart a teremfoci. A rendezvények háza először adott otthont a Magyar Sport Napja programjainak. A teremfoci bajnokságra idén is sok csapat nevezett be. 8 csapat nevezett,
az iskola minden osztálya szinte, 60 fiút mozgatunk meg a mai nap. Egy átlagos testnevelés óránál azért jóval több akkor. Jóval több, ez 3 órás kis kikapcsolódás a gyerekek számára. És a szakember szemével nézve milyenek a mérkőzések? Hát szerintem nagyon színvonalasak, annak ellenére, hogy a kisebbek is összemérik a erejüket a nagyobbakkal, annak ellenére szerintem nagyon színvonalas mérkőzéseket tudnak egymással játszani, és nagyon sportszerűeket. És a testnevelő tanár mit gondol a Magyar Sportnapjáról? Hát nagyon jó, hogy van ez a nap egyértelmű. Örülnék neki, hogyha ez minél tovább tartan, innen évben tudnánk egy ilyen színvonalas összejövetelt a gyerekek számára tartani, és nagyon jó lenne, hogy ez országos lenne minden település számára. És akkor menjünk vissza a tornaterembe, ahol már a floorball-i a parketta. Az 1960-as évek óta ismert játék hazánkban csak az elmúlt években terjedt el. Ezen a néven 1986 óta játsszák, és az első Európa-bajnokságot e-sportágban 1994-ben rendezték. Nagyon sok gyerek eljött a mai napon nagy örömünkre, és a rendezvények háza, mint új helyszín bekapcsolódott a játékokba. A labdarúgás, mint talán Magyarországon a legnépszerűbb sport, a gyerekek körében is legnépszerűbb, ahogy a képsorok mutatják majd. Nagyon sok csapat nevezett az iskolából, nagyon sok gyerek eljött, de az asztali tenisz is a népszerű sportágok közé tartozik. Egymás után vívják a gyerekek a mérkőzéseket, és egyre jobban belejönnek a játékba. A felnőtteket nagyon hiányoltam, pedig igyekeztünk az asztali tenisz kapcsán felnőtteket is szervezni. Abban bízom, hogy 6 óra után megérkeznek. Többen azt mondták, hogy ez egy kicsit korai ez az időpont, 5 vagy 6 óra után itt lesznek. Egyrészt május van, mozogni kell, tavasz van, ki kell jönni egy kicsit a szabadba, jól teszi, aki kijön. Másrészt pedig azt hiszem, hogy szükség van erre a napra, hiszen meg kell mozgatni magunkat, egészséget akarunk. Nem attól van, hogy bekapunk 2 pirulát, éljünk, merjünk élni, mozogni. Nekem kedves ez a nap. Nagyon kedves, és nagyon örülök, hogy másnak is kedves lett, hiszen ez már 5. alkalom, amit Felső Zsolca Magyar Sportnapját tart, és egyre többen vesznek rajta részt, és egyre többen vesznek részt a munkában is, és úgy tapasztaltam, hogy örömmel csinálják. Egy kicsit most úgy behúztam a fülem, mert én talán nem is dolgoztam rajta most az idén, legalábbis sokkal kevesebbet, mint máskor, egyéb elfoglaltságok miatt. A diósgyőri lovasi jászok már visszatérő vendégei a Zsolcai Magyar Sportnapja programoknak. A komoly felkészültséget kívánó bemutató épp úgy tekinthető sportnak, mint történelmi hagyományápolásnak. A csapat műsora is megújult, és fiatalodtak is. Én ebben a csapatban 6 éve csinálom a lovasi íjászatot, előtte külön íjászkodtam, meg lovagoltam, de mondta az oktatóm, hogy itt csinál egy ilyet, hát mondom, kipróbálom, és megtetszett, és azóta 6 éve folyamatosan itt vagyok ebben a csapatban. Mennyire női a sport ez? Hát nem túlzottam, és hát végül is, hát nem. Mondjuk azt, hogy nem, mert hát a verekedés része, meg talán az íjászat, meg azt több nő csinálja, de azt a verekedés rész, meg ezt a szabjázást, ezt nem túl sok nő. És te miért csinálod? Hát, mert nagyon szeretem a lovakat, már elég régóta, és nagyon megtetszett. Meg hát láttam a csapatot, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Ilyen kb. 3 éve, körülbelül 3 éve csinálom. Hát a csapatban most kerültem be szeptemberben, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálom. Meg hát van még egy lány rajtam kívül, így már ketten vagyunk, de hát ott abban vannak a fiúk. Ők jobban szeretik. Jobban mi? Szeretik válni egymást. Mi a legizgalmasabb ebben? Hát szerintem nekem az egész tetszik, de a legjobban a lovaglás, hogy tényleg itt vagyunk a lovon, és a lovak mennek maguktól, és mi bízunk a lovakba. És tényleg ez olyan izgalom, hogy tényleg ló megy magától, mi meg ott ütködünk rajta, meg csináljuk az íjjal, szabjával, dárdával csináljuk a dolgokat, és nem fél. Ez tényleg olyan izgalmat ad, meg olyan lendületet, hogy érdemes csinálni ezt a sportot. Hát én is jövök el, meg hogy ló közelben vagyunk, és olyan megnyugtató érzés, hogy a lovakkal vagyunk együtt, meg hogy jó velük menni. Ez így elvezik, látszik rajtuk, hogy elvezik az egészet, és ilyen jó dolog velük menni. Szeretnénk a műsor bővíteni, illetve hát a következő generációnak át kell adni a tudást is, ezért fiatalokkal bővülünk folyamatosan. Gyakorolnak most már gyalogosan, lovon, eszközökkel, úgyhogy próbálom átadni a tudást. Egyszer úgyis őt fogják eltvenni a stafétát, úgyhogy nekik kell csinálni. De népszerű ez ma. Örülök, hogy népszerű, és
mivel folyamatosan a várba, Diós Győri várba bemutatózunk, ezért egyre több ember ismeri meg a történelmünknek ezt a csodálatos részét. Vasárnap szokott lenni a várba, mindig meg lehet nézni, vasárnaponként 2 is, 11-től és 3 órától várba, Diós Győri várba szoktuk ezt a műsorunkat előadni. Miért szereti ezt a közönség? Hát mert a vérében benne van a 80%-ának. Magyarországon egy lovas nemzet. Így van, és azért a vér az kijön előbb-utóbb. Úgyhogy azért szeretik. Olyan, mint a néptánc, vagy bármilyen népi hagyomány, amit kijön a vérből. Muszáj neki. Mire tanít egyébként a lovaglás? Mire tanít? Az igazságra. A lóra felül az ember, ott nincs más, csak a ló, és ha nem úgy ő rajta, nem úgy használja, akkor a ló azt tudja, és le is löki magáról. Úgyhogy erre tanít. Fegyelemre! Magyar sportnapja a mai. Mindenkitől azt kérdeztem, hogy mi a magyar sport? Hát szerintem mindenkinek más, nekem ez, mondhatom. Így bár azért ez inkább hagyományőrzés, amit mi csinálunk, de azért szerintem egy bemutató után azért mindenki egy pár kilóval könnyebb lesz, mert ez egy komolyan igénybe veszik fizikálisan is természetesen. Tehát nem csak ülünk a lovon, itt a gyakorlatok azok elég nehezek azért. Magyar sport számomra az, ami a szívet megdobogtatja. Tehát azok az eredmények, amire büszkék vagyunk, itt nem csak az olimpikonokra gondolok, hanem az Európa bajnokokra, magyar bajnokokra, akikre azért vagyunk büszkék, mert Magyarországot képviselik, akikről elmondhatjuk, hogy egy nemzet eredményeit érik el, hiszen a mai rendkívül kiélezett sport életben éppen az utolsó olimpia mutatta meg, hogy a legkisebb eredménynek is örülni kell. Saját magam a magyar sportnak, hát most már a vízilabda az, ami számomra a legvilágszínvonalú. Most a jégkorong is, amiről már egyre többet hallunk, sajnos kiestek a magyarjaink a világbajnoksági selejtezőkön. Nagyon szeretném, hogyha a magyar labdarúgás feljebb szárnyalna a jövőben. Reményeink vannak, mert a ifjúsági csapataink, valamint a fiataljaink azért egyre tehetségesebbek, és most a magyar válogatott is egyre jobb eredményeket ér el a nemzetközi porondokon. A magyar sport az, hogy a magyar ember mindig is kint szeretett lenni a természetben. Természeti nép voltunk, vagyunk, remélem most is, mert azért a fajtáját úgy érzem, senki sem tagadhatja meg, nem is tudja. Most is szeret a természetben lenni, most is szeret lendületes lenni. Alkotó nép a magyar, önmagát is minden nap újjáalkotja. Én szerintem a sportot erre használja a magyar ember. Attól magyar sport napja, hogy mi magyarok sportolunk benne. A lovaglást azért szeretem, és azért tartom nagyon jó záróprogramnak, mert nem csak látványos és érdekes, hanem talán megmozgatja a vérét az embernek, a magyar vérét, hogy ezt őseink természetes mindennapi cselekedetként végezték. Nem olyan rég olvastam egy könyvet, nagyon tetszett benne egy leírás, egy orosz író műve, tehát nem vádolhatjuk magyar elfogultsággal, amit mostanában szoktam tapasztalni, és bosszantani is szokott, hogy talán még a kentaur elnevezést is a magyarokról találták ki, akik szinte összelőtt nőttek a lovaikkal, és képesek voltak egész nap vágtatni azt cseppén. Győző nép a magyar, győzelemre született és győzelemre termett, a sportban ezt megalapozhatja és megvalósíthatja. Nekem ezért kedves a nap. Adásunk rendszeres nézői és a Zsolcai Hírmondó olvasói bizonyára emlékeznek rá, hogy az Idősek Tavaszi Fesztiváljának rendezvénysorozatában idén Kocka József a Színek szerepe a táplálkozásban címmel tartott előadást. Akkor az idősek, tehát a szépkorúak számára, de azt gondolom, hogy mindenki számára érdekes ez a téma, és ezért most itt a Zsolca TV stúdiójában köszönhetem Kocka Józsefet, és vágjunk is bele a beszélgetésbe. Milyen szerepe van a táplálkozásban a színeknek? Mindenképpen a színes és sokoldalú táplálkozás a lényeg. Az a fontos, hogy a
táplálkozásunk folyamán, tehát a nap folyamán legyen meg a színeknek a kavalkádja, és leginkább reggel, a reggeli induláskor, a reggeli elfogyasztásánál jó, hogyha minél több színt fogyasztunk, minél több színű ételt, és mivel reggel mindenki munkába indul, ezért a munkakett fokozására a sárga, a narancssárga az rendkívül jó. Tehát erre hívnám fel figyelmet. Minél összetettebben táplálkozzunk. Tehát a színek reggel, a délőtti órákban, illetve még délben minél nagyobb számú szerepeljenek. Tehát az a bizonyos hét szín, amiből a szivárvány színe is áll, az lehetőleg legyen meg, és a délután, illetve az este folyamával, közelettével csökkenjen a színeknek az összessége. Tehát minél kevesebb színű táplálékot fogyasszunk, ez a lényeg. Hogyan hatnak ránk a színek? A színek a szemen, a bőrön és belsőleg, tehát elfogyasztva fejtik ki a hatásukat. Sajátos rezgésük van, frekvenciájuk, tehát minden egyes színnek megvan a maga rezgése. Például a rózsaszínben a lítium fordul elő, vagy a sárga szín, ami a depresszió enyhítésére rendkívül jó, és a migrén esetén például a kék színnek a használata igencsak jó, és sokszor értelemben észreveszi, hogy ösztönösen azokat veszi fel, azokat a színeket használja, amik szükségesek számára. Tehát a hatás az gyakorlatilag rendkívül összetett, tehát az ember érzékszerveinek, a legfontosabb érzékszerveken keresztül, mint ahogy említettem, a szemen, a bőrön és belsőleg hatnak. A vitaminok is összefüggésben vannak valahogy a színekkel? A vitaminoknak is megvan a maga a színe, illetve azok a vitaminok, amik létfontosságúak számunkra, mint ahogy a Szent Györgyi Albert professzor is annak idején megalapította, tehát a citrom fogyasztása, vagy a citromban lévő C-vitaminnak a hatása, és egyáltalán a sárga színnek a hatása az energia átalakítás, tehát az energia nyerés szempontjából rendkívül fontos. Ez minden korosztály számára fontos? Minden korosztályra fontos, leginkább a gyermekek és a idősek számára ugyancsak fontos, hogy a megfelelő színösszetétel meglegyen, illetve, hogy említettem, tehát minél több színben forduljanak elő a délelőtt folyamán, amikor fogyasztjuk a megfelelő táplálékokat. Itt megemlíteném azt, hogy vannak a melegítő, tehát a meleg színek, a vörös, narancssárga és a citromsárga, és vannak a hideg színek, tehát a kék, az indigókék és a mélykék színek, és ezeknek a középpont helyében találhatók a zöld szín, aminek a szerepe talán a legfontosabb, hiszen kiegyensúlyozza a hideg, itt a meleg és a hideg szín közti különbségeket, vagy például a zöld színek, tehát a zöld színű ételeknek a fogyasztása a szervezet számára a létfontosságú sabbád és egyensúly fenntartására is szolgál, amellett, hogy a zöld színnek egy kellemes, kiegyensúlyozó szerepe is van. Itt az asztalon most látunk banánt, citromot, almát, sárgarépát, borsót. Mindezekre szükségünk van a napi táplálkozás során? A legfontosabb az energia, azt az energiát viszont a piros színekből nyerjük, tehát a piros színű ételekből nyerjük. Ehhez a paradicsom, a alma a fontosak. A vitamin, további vitamin bevétel szempontjából, tehát a látáshoz szükséges a sárgarép, tehát a répát, tehát egy a sárgarépának a fogyasztása, ami most sárgarépát említek, de narancssárga igazából, és a következő lépés az, hogy a színekben, tehát a piros narancssárga és a citromsárga színű ételeknek a együttesét tudjam megalkotni, és ebben az esetben, ha már ezt többnyire összeállítom a reggeli fogyasztásánál, akkor
már nyerő lehet a szervezet szempontjából. A narancslénak a fogyasztását még itt megemlíteném, itt a narancs nem szerepel, tehát rendkívül sok gyümölcsöt fel lehetett volna sorolni. A narancsital, tehát a narancsital reggeli fogyasztása például az angoloknál nemzeti szokás, reggelente mindig narancslét kapnak, illetve isznak, és 100%-os narancslét, és ebből eleve, tehát nyerhető egy alapenergia már, amikor az ember elfogyasztja. Akkor nem ettől savanyúak az angolok. Nem ettől. Alapvetően a színeket kell venni, tehát amikor a szemen keresztül érzékeljük azt, hogy teszem be, benézünk a hűtőbe, vagy kimenjünk a piacra, ami számunkra a színben jelenti a kellemeset, azt kell megvenni. A tartalma az már a szervezet számára biztos, hogy jó lesz, tehát a szervezet lefordítja és konvertálja önmaga számára azt, amit tartalmaz. Itt a lényeg az, hogy én a színen keresztül érzem meg azt, hogy mi kell a szervezetem számára. De nem mellékes a tartalom sem. Az valószínűleg igaz, hogyha nekem a banánra nincs szükségem, akkor nem fogom kiválasztani. Viszont a citromot ugyanolyan sárga, ki fogom választani, mert a belseje az töményen sárga azért. Tehát rá fogok érezni, leginkább a gyermekek és a idősek éreznek arra rá, hogy mi kell a szervezetnek. Tehát nem csak tudatos vásárlóként, hanem úgymond tudat alatti vásárlóként is kiválasztjuk azokat a színeket, amelyekre szükségünk van. Biztos, hogy így van. Ha valaki nem rohanja túl a piacot, hanem nyugodtan végsétál, vagy a bármelyik boltban, tehát nyugodtan kell végigmenni ahhoz, hogy rá tudjak érezni arra, hogy mi az a szín, ami nekem szükséges. És ha ezt figyelembe veszem, akkor a tudatalatti, a hetedik érzék az mindig megsúlja, mikor ránézek a megfelelő színű ételre, hogy mi az, ami kell nekem. Fehérje tartalmú ételeknél más a helyzet. Tehát a fehérje tartalom fogyasztása az egy alapvető dolog az ember, tehát a szervezet számára. Itt is az érvényesül, hogy mi az, amit én érzek. A fehérjét megkaphatom a zöld borsóban is, hiszen a zöld borsó az tisztán zöld, tehát egy tiszta fehérjét megkapok. A nehéz fehérjék, azok a fehér tartalmú ételekbe fordulnak elő, nehezen mondhatók le. Nem valószínű, hogy a fehér tartalmú, tehát a fehér színű húsoknak a érzéki bevétele, vagy érzékelése, az olyan aktív lenne, teszem fel, mint a zöld borsó, vagy a paradicsom esetében. Viszont egy abárcalonna, egy piros, tehát pirosan megfűszerelt abárcalonna, az jó. Hozzá kell tennem az, hogy a nehezebb, tehát a fehér színű ételeknek a fogyasztásánál a régi, tehát a paraszt emberek, amikor a szalonnázott és hozzáette a vörös hagymát, ez az tökéletesen jó volt, hiszen a két színskála megjelent, tehát a fehér és a teszem fel itt, ez a hagymácska, tehát tökéletesen kiegyenlített, tehát fel tudta az emberszervezet használni. De ha önmagában, ha csak fehér színű ételeket fogyasztunk, mint hogy a színpszichológiában ez be is bizonyosodott, hogy egy hétig a kísérletvezető pszichológus fogyasztott csak fehér ételeket, és gyomor és bélhurutot kapott. Viszont gyógyszerek nélkül 3 nap múlva ez az állapot már normalizálódott. Tehát rendbe jött a színes ételek fogyasztásával. Tehát a színeknek a szerepe egyoldalúan soha nem hatásos valami. Tehát mindig összetetten egyensúlyba kell alkalmazni. Tehát a húsfogyasztása sem alapvetően tiltott, ha, én hozzáteszem, hogy a hagymafogyasztás az kell hozzá. Említette a kísérleteket, illetve a pszichológusokat. Mennyire tudomány ma ez? Egyre jobban tudománnyá válik, hiszen az emberiség 50-60%-a azért betegség tünetekkel küzdik. A magyar társadalom
közel 70%-a azért a statisztikai adatok szerint is betegségtünetekkel van. Tehát csak a gyógyszerekkel meggyógyulni nem lehet. Nem valószínű, hogy meg lehet, inkább így helyesbítek. Viszont, ahogy a Hippokratész is elmondja már időszámítás előtti időkben, hogy a táplálékkal, tehát először a táplálékot kell meghatározni a beteg számára, és amennyiben attól nem gyógyul meg, akkor kell a gyógyszer. Tehát a táplálékkal lehet gyógyulni. Olcsóbb vagy drágább így élni? Ez nagyon relatív, hogy olcsóbb vagy drágább, hiszen azt meg kell jegyezni, hogy annak ellenére, hogy a színeknek óriási jelentőségük van, a táplálékukban lévő tápanyagtartalom a föld kilugozása által jelentős mértékben csökkent. Tehát azt kell mondani, hogy azért csak olcsóbb lenne tisztán étkezni a színeknek megfelelően, és összetettem. Viszont mondom, tehát relatív, tehát az anyagiaknak a rendelkezésre állása az bizony az emberek számára most nem elérhető. Tehát a kérdés, hogy olcsóbb vagy drágább, ha van pénz, akkor nagyon jó lehet étkezni, és nagyon jó egészségbe lehet lenni. Ha nincs pénz, akkor rá kell ismerni, hogy bizony hiány tünetekkel fog a szervezet rendelkezni. Ettől még igaz az, hogyha valaki sokat tartózkodik tehát a napon, sokat van levegőn, akkor bizony egészségesebb. A D-vitamin. Igen, többek között a D-vitamin beépülés a szervezetbe. Akinek a beszélgetés kapcsán felkeltettük az érdeklődését, hol tudhat meg többet a színek szerepéről a táplálkozásban? A szakirodalom az elég széles körűen rendelkezik, illetve a szakirodalomban már fel lehet lenni a különböző könyveket, tanácsokat. Mi foglalkozunk a színterápiával, és ez van egy pár órás, tehát egy három órás tájékoztató előadásunk, amit rendszeresen meghirdetünk. Tehát itt Felsőzsolcán is elérhető akkor. Igen, igen. Hát jó egészséget kívánok akkor, és köszönöm a beszélgetést. A város és a térség eseményeinek híreinek összefoglalójával, a Közelkép újabb adásával egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Mai adásunk hátralévő részében reklámot és politikai kampányfilmet láthatnak, majd belenézünk a Kaleidoszkópba. Az ország és a nagyvilág érdekességeit bemutató kisfilm összeállításunk egyben zárja is ezen a héten a Zsolca TV műsorfolyamát. Tartsanak velünk továbbra is! Adjon az Isten szebb jövőt! A Jobbik Magyarországért Mozgalom párt miskolci elnökeként szeretettel köszöntöm a Zsolca Televízió nézőit és valamennyi választópolgárát. 2009. június 7-én az állampolgárok választójogukkal élve ítéletet mondhatnak az elmúlt évek politikai munkásságáról, mind jobboldali, mind baloldali politikusok tevékenységéről, illetve felhatalmazhatnak új képviselőket arra, hogy a magyar érdekeket az Unióban képviseljék. A Jobbik olyan konzervatív, nemzeti elkötelezettségű párt, mely legmarkánsabban áll ki a magyar nemzeti érdekek képviselete mellett. Jobb és baloldali pártok között az egyetlen nemzeti megoldás, és megkérdőjelezhetetlenül a harmadik erő. Pártunk a folyamatos támadások keresztüzében határozottan bizonyítja választópolgárai és szimpatizánsai felé, hogy céljait, küldetését egy percig sem feladva folyamatosan küzd, és nap mint nap igazolja, hogy felkészülten áll a választópolgárok politikai segítségére, illetve a megmérettetése. Választási névjegyzébe vett pártok, szervezetek közül a Jobbik az egyetlen, aki 2009 tavaszára már részletesen kidolgozott programját ismertette, valamint a szervezetek közül az első volt, aki az ajánló cédulákat határidőre leadta. Rövid idő alatt mintegy 350 ezer választópolgár tisztelte meg a Jobbikot az ajánló szelvények leadásával. Míg más pártok
az egymás elleni támadásokkal vannak elfoglalva, addig a Jobbik a programjának a megismertetésén és kivitelezésén dolgozik. A pártunkat érő támadásokra hiteles nemzeti politizálással válaszolunk. Dr. Morvai Krisztina, Balczó Zoltán és Szegedi Csanád az Európa Parlamentben a Kárpát-medence valamennyi magyarjának az érdekét kívánja képviselni. Képviselőink kiemelt gondossággal kívánják kivizsgáltatni és feltárni a határon túli magyarok ellen etnikai indítatású atrocitásokat, valamint kezdeményezni fogják Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozási szerződéseinek, a mezőgazdasági termelésünket sújtó kvótarendszernek a felülvizsgálatát, illetve minden létező eszközzel küzdenek a magyar föld védelméért. Szülőföldünk, természeti kincseink, nemzeti kultúránk kiértékesítése bűncselekmény, és ennek megfelelően kell vele szembe fellépnünk. Hazánk egyidejűleg több súlyos problémával szembesül, a Jobbik az egyetlen, melynek részletes programja valamennyi problémára működőképes megoldást tud kínálni. Programunk gerincét egyebek mellett a közbiztonság kérdése, a nemzetgazdaság talpraállítása, illetve a segélyezési rendszerünk átalakítása képezi. Vidéktől a nagyvárosig gyakorlatilag mindenhol tapasztalható a közterületi közbiztonság romlása. A bűnözés visszaszorítása érdekében államilag finanszírozott csendőrség felállítását tartjuk szükségesnek. Fel kell számolni a joggyakorlatban széles körben alkalmazott kettős mérce módszerét, a pozitív diszkriminációkat, valamint a hazafiság módszeres üldözése helyett a korrupcióknak és a panamázásoknak kell halat üzennünk. Gazdaságunk működését békjóba szorító államadósság visszafizetését, továbbá az MSZP által felvett IMF hiteleknek a törlesztését át kell ütemezni, a hitelek visszafizetése nem élvezhet előjogokat a választópolgárok egzisztenciájával szemben. A multinacionális nagyvállalatok támogatása helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat kell támogatni, valamint át kell struktúrálni, gyökeresen át kell alakítani a segélyezési rendszert. Az eddigi családtámogatási rendszer tékozdó, osztogató szemlélete helyett megtakarításokra ösztönző, adókedvezmény alapú struktúrát kívánunk bevezetni. A Jobbik Magyarországért Mozgalom párt az Európa Parlamenti választásokat főpróbának tekinti. Határozott célunk, hogy a Jobbik Magyarországon hosszú távon a politika megkerülhetetlen részévé váljon. Magyarország a magyaroké. Adjon az Isten szebb jövőt! Önök még mindig a Zsolca TV adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. Benne az ország és a világ érdekességeit bemutató kis filmekkel. Mai adásunkban szólunk egy igazi hungarikumról, a szódavízről. Feltesszük a kérdést, hogy vajon a divatos napszemüvegek megvédik a szemünket a káros napsugárzástól. Bemutatjuk az ősi kínai gyógyászat módszereit, és a kajmánok életébe is bepillantást nyerhetnek, ha ezen a héten is velünk tartanak. A szódavíz, más néven szikvíz, igazi hungarikum, közel 200 éves a múltja. Előállítani házilag és üzemben is lehet. Kevesen tudják, hogy a híres fizikus és feltaláló Jedlik Ányos 1826-ban szódavízgyártógépet szerkesztett, aminek alapján létesült az első hazai szikvízüzem. A szódavíz, vagy más néven szikvíz, nyomás alatt lévő szénsavas ital. A szóda szifonfejes palackba, vagy szifonfejes felvezető szárral ellátott szikvízes ballonba van töltve. Előnye az, hogy egyszerű és nagyszerű. Nincs benne tartósítószer, nincs benne mesterséges adalékanyag, és fogyaszthatja bárki fiataloktól az idősekig. A szódavíz nagy nyomáson széndioksziddal telített ivóvíz, amelynek Magyarországon való gyártását Jedlik Ányos dolgozta ki. A szódavizet már a 1700-as évek végén feltalálta egy angol úr, és Svájcba is kidolgozták az eljárást, a szódavízgyártás technológiáját, csak ők titokba tartották. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy Jedlik Ányos, a Győri Bencés tanár volt, aki kidolgozta a szódavízgyártásnak a technikáját, és meg is honosította Magyarországon.
Deák László apai nagyszülei 1922-ben kezdték a szódás mesterséget Budapesten. Lovas szekérrel, később hordárkocsival, triciklivel szállították a vásárlóiknak a szódát. Ma már a család negyedik generációja foglalkozik szódavíz előállításával és kereskedéssel. A jó minőségű jó vizet kell mesterségesen dúsítani széndioksziddal, és ezt egy olyan edénybe csomagolni, tölteni, amelyből aztán apránként vissza tudjuk nyerni. Alapjában véve jó minőségű budapesti ivóvizet, mi még tovább javítjuk, helyi kis vízkezelő berendezéseinkkel megszűrjük, klórtalanítjuk lehetőség szerint, és még egy finom szűrésen keresztül vezetjük. Ezek után ezt a feljavított ivóvizet dúsítjuk tulajdonképpen korszerű kisüzemi berendezésekkel, és palackozzuk be a szódás palackokba. Kezdetben a szódavizet szikvízgyártó kisiparosok állították elő, és üvegpalackokban árulták. A 20. század második felében megjelentek a fémből készült palackok, a szifonok, amelyekben a széndioxidot és a nyomást a rászerelhető patron tartalma adja. A legnagyobb karriert a tradicionális szódás üveg futotta be a mi szakmánkba. Hozzá kell tennem, hogy a mai napig én is azt mondom, hogy igazi szódavíz az igazi szódás üvegbe készül. A 20. század végén a szikvízgyártó kisiparosok átálltak a műanyag palackban tárolható szódavíz árusítására. A mai korhoz természetesen nekünk is kellett alkalmazkodnunk. Ma már rozsdamentes acéltartályokba töltjük a szódavízünket, illetve kifejezetten környezetbarát, több utas, többször újra tölthető műanyag palackokat használunk. Az Aquanova Kft. Alaptevékenysége továbbra is a tradicionális szódavízkészítés, de foglalkoznak palackozással is. Például Magyarországon egyre népszerűbb a 19 literes palackba töltött jó minőségű ivóvíz. A cég ezen kívül szentkirályi ásványvizet, vízhűtőket és vízadagolókat forgalmaz. A külföldi üzletfelünknek természetesen nem a szódavizet adjuk el, hiszen a szállítást nem bírná ki a termékünk árában, hanem azt a jó minőségű magyarországi kisüzemi berendezéseket gyártjuk, gyakorlatilag kulcsra kész kisüzemeket szállítunk a világ számos pontjára. Az Aquanova Kft. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt ingyen szállítja házhoz a szódát. Páratlan napokon Pesten, páros napokon Budára viszik rekeszekben vagy ballonokban. Kedvező az ára, egy 25 literes ballon szóda 660 forintba kerül, míg egy 2 literes parack ára 80 forint. A cég Budapest belterületén ingyen szállítja ki az ásványvizet is, ha vízhűtőként minimum 5 ballont kérnek. Megkönnyíti az életét, ha megrendeli a szódavizét, ásványvizét. Az Aquanova Kft. Közel 90 éve megbízható partner Pesten és Budán. A napsugárzás egy bizonyos része az UV-sugarak nem csak a bőrt, hanem a szemet is károsíthatják. Tudományos bizonyítékok sora támasztja alá, hogy a szemetérő túlzott napsugárzás az időskori szürkehájuk kialakulásának fontos kockázati tényezője. Vajon a ma divatos napszemüvegek képes-e megvédeni a szemünket a káros napsugaraktól? A színezetlencséjű szemüveg a divatos öltözék elengedhetetlen kelléke. Vajon képes-e megvédeni a szemünket a káros napsugaraktól? A probléma az, hogy az utóbbi évtizedekben tudjuk nagyon jól, hogy az ozonréteg mennyisége csökken, ezáltal sajnos több káros sugárzás jut a föld felszínére. Na most a szemszövetei ezeket elnyelik, elsősorban a szaruhártyánk, illetve a szemlencsénk. A napból érkező sugárzás egy része látható, másik része az úgynevezett ultraviola sugárzás láthatatlan. A látható fény nem károsít, ám kellemetlen lehet a szemnek, így sötétebb lencsével védekezünk ellene. Csak hogy a napszemüvegek színe önmagában nem véd a káros UV-sugarak ellen. Sőt, az UV-szűrő nélküli túl sötét lencse kifejezetten károsabb lehet, mintha semmit sem hordanánk. Néhány érdekesség a napszemüveg múltjáról. A szemüveget korábban vastag bőrszíjjal erősítették a fejhez, kalapra vagy más fejfedőre rögzítették. A száras szemüveg csak a 18. században vált általánossá.
A második világháborúban a US Air Force rendelt napvédő eszközöket a pilótái számára, akiknek a szeme igen erős UV-sugárzásnak volt kitéve. Az 50-es évek amerikai ifjúságának első számú ideája James Dean vette fel elsőként a filmvásznon, ezzel a napszemüveg a hódítás kelléke lett. Emlékezetes John Lennon olcsó, kerekformájú napszemüvege, amely a hippi korszak és a pop jelképévé vált. Az UV-fény tartománya 190-től 400 nanométerig terjed. A vizsgálat során azt figyelik, hogy az egyes napszemüvegek ebben a tartományban átengednek-e fényt. Már a legcsekélyebb átszűrődés is azt jelenti, hogy a lencse nem véri megfelelően szemünket. Ezen a görbén jól látható, hogy a számunkra érdekes tartomány 190-től 400 nanométerig tartó tartományban ez a napszemüveg szinte mindent elnyel. Pedig ez egy márkajelzés nélküli olcsó napszemüveg. Az általunk vizsgált lencsék szinte mindegyikéről ez derült ki, vagyis hogy ártól és márkától függetlenül megfelelő UV-védelemmel rendelkeznek. Akkor miért lehet mégis ártalmas egy napszemüveg? Ha egy rossz minőségű műanyag lencsét vásárol valaki, akkor ezt ilyen színezett réteggel látják el, de ezen lehetnek ilyen megfolyások, tehát nem megfelelően van a felületkezelés, és ez egy ilyen torzító hatást válthat ki, amitől akár egy fejfájás, egy szemfáradás is felléphet. Egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálatai kimutatták, hogy azokban az országokban, ahol erősebb a napsugárzás, illetve vékonyabb az ózonréteg, az arra hajlamosaknál évtizedekkel korábban kialakul az időskori szürkehályog. A megfelelő napszemüveg viselete tehát nem csupán divathóbort, hanem egyre inkább kötelező védelmi eszköz. Az akupunktúra lényege, hogy helyreállítja a test energetikai egyensúlyát. Az akupunktúrás tűvel a meridiánokon lévő speciális pontok ingerlése történik, aminek döntő szerepe van az életenergia, a ki és a véráram élénkítésében, a szervezet funkciójának szabályozásában. A páciensek már néhány kezelés után jobban érzik magukat. Erről és egyéb kínai orvoslási módszerekről is hallhatnak most a következő kis filmekben. Az ősi kínai orvoslás filozófiája szerint akkor keletkezik betegség, ha a meridiánokon, az energiacsatornákon az energia, a csí egyenletes áramlása akadályba ütközik, vagyis a szervezet harmonikus energia áramlása megváltozik. Ahol a szervezetben energiahiány vagy energiatöblet lép fel, ott működészavar keletkezik, testi és lelki szinten egyaránt. De mi okozhatja az energiahiányt vagy töbletet? Például a stressz, népbetegség, kortünet, divatos szindróma. Bárminek nevezzük is, egyre több ember küzd a stressz okozta tünetekkel. Magyarországon ezek közül a leggyakoribb a depresszió, a pánikbetegség, a mozgásszervi betegségek, a gerinc problémák, az ízületi problémák, a gyakori fejfájás és az emésztési panaszok. Az ilyen jellegű megbetegedésekre is gyógyír lehet az akupunktúra. Budapesten a 13. kerület Hegedűs Gyula utca 17-es szám alatt található egészség és gyógyulás kínai orvosi rendelőben akupunktúrás kezeléssel és egyéb hagyományos kínai gyógymódokkal várják a pácienseket. Az akupunktúra lényege, hogy helyreállítja a test energetikai egyensúlyát. Az akupunktúrás tűvel a meridiánokon lévő speciális pontok ingerlése történik, aminek döntő szerepe van az életenergia, a csí és a véráram élénkítésében, a szervezet funkcióinak szabályozásában. A páciensek már néhány kezelés után érzik a javulást. A problémám az pár hónappal ezelőtt kezdődött. Bizonyos időközönként én rosszul értek, jöttek rám. Voltam mindenhol, kivizsgáltattam szinte mindenemet, és az lett a végeredmény, hogy teljesen rendben vagyok. De attól függetlenül, ugye ezek a rosszul értek, ezek megmaradtak. Talán a 6.-7. alkalom után már fizikailag is jobb erőbe éreztem magam. Amióta ide járok, azóta egyetlen egy se volt. Én azt gondolom, hogy teljesen jó helyen vagyok itt ezzel a problémával. A hagyományos kínai orvoslás egyik terápiás lehetősége a moxa terápia. A módszer alapja a hőenergia. A terápia során a parázsló moxa szivart a kiválasztott meridián pontok fölé tartják, így fokozható a hatás. Ez a kezelés kifejezetten alkalmas ízületi panaszokra és ödémásodás megszüntetésére.
Az akupunktúrás kezelés mellett a hagyományos kínai orvoslásnak egy nagyon fontos része a köpölyözés is, amit itt látunk. Ez az eredeti ősi technika, amikor az üvegpohárba alkoholos égő vattát helyezve az oxigént az üveghenger belsejéből elfogyasztja az égés, és ennek következtében vákum keletkezik, és a bőrre ráhelyezett üveghenger megszívja a bőrnek a felső rétegét. Ez az erőhatás, ami az üveghengerben van, az gyakorlatilag egy helyi keringés változást a mikrocirkulációnak, tehát a kis ereknek a keringését javítja. A keringés fokozódás következtében és a bőr pórusoknak a megnyílása következtében itt egy anyagcsere folyamat zajlik, egy méregtelenítés is tulajdonképpen. Jól látható, hogy ahol a felhelyezett köpöly különösen rossz keringést, toxikus területet talált, ott az elszíneződés sokkal intenzívebb a bőrön. A kezelésnek a lényege az, hogy a szervezetben helyre kell állítani az energia folyamatos egyenlő áramlását, és azt, hogy hol vannak ilyen eltérések, azt a kínai orvos a pulzus és a nyelvdiagnózis segítségével állapítja meg. A pulzus diagnózis segítségével, amely a csuklóartériák feletti tapintással történik, a kínai orvos azt is képes megállapítani, hogy páciense áldott állapotban van. Sőt, 2 hónapos terhességnél a születendő gyermek nemét is meg tudja mondani. A nyelvdiagnosztika során az orvos vizsgálja a kinyújtott nyelv nagyságát, alakját, színét, a lepedék mennyiségét vagy a foglenyomat meglétét. Ezekből következtet az egyes meridiánokhoz kapcsolt funkciózavarok fajtájára, ennek alapján választja ki a megfelelő kezelést. Kicsit piros, a vége kicsit piros, az igen, hány. A másik, az a határon van fognyomot. Kicsit falad, vagy így gyenge, vagy se funkció nem ilyen erős. A nyelven vékony lepedék, kevés lepedék van, picit piros a nyelvnek a hegye, tehát a yin és a yang energiák közül a yang tüze egy picit megpirosítja a nyelvhegyét, és a yin hiány okozza a fáradtságot, és a yin hiány okozza ezt a kicsit kimerültebb állapotot. A kínai gyógyászatban fontos szerepe van a masszázsnak is. A bőrnek a bőr alatti kötőszövettől való elmozdításával, a vérkeringés fokozásával orvosolható a hát- és derékfájás. Bejelentkezés az egészség és gyógyulás kínai rendelőbe a 061-369-7625-ös telefonszámon. Egy nagyobb kajmán képes akár az ember karját is leharapni, de valóban félnünk kell tőle. A kajmán közép- és dél-amerikai hüllőfaj. A krokodilok rendjébe, ezen belül az aligátorfélék családjába tartozik. Most következő kisfilmünk további érdekes információkkal is megismerteti nézőinket ezekről az állatokról. Jaj, egy kajmán! Ezek a kis kajmánok még nem képesek arra, hogy egy egész egeret elfogyasszanak, mert állkapcsuk ehhez még nem elég erős. Nem csoda, hiszen mindössze 1 hónaposak. A kajmán közép- és dél-amerikai hüllőfaj. A krokodilok rendjébe, ezen belül az aligátorfélék családjába tartozik. A kajmánok maximális életkora 30 év, így ez a 20 éves kajmán pár már idősnek számít, ám mégiscsak most 12 év után lettek élő kicsinyeik. Próbáltunk olyan körülményeket biztosítani, mint amilyet a természet ad a kajmánoknak. Hát azért ez egy házilag készített keltető, aminek a külső része nikecel, a belseje üveg. A medence és az üveg között fertőtlenítős víz van, ami 31 fokosnak kell, hogy legyen, állandó hőmérsékletet kell tartani. A kajmánok tojását körülbelül 1 mm vastag héj fedi. Ez a tojáshéj a madarakénál vékonyabb, rugalmasabb, kevésbé meszes és a felszíne sem annyira sima. A tojáson belül a megtermékenyített petesejtből fejlődik ki az embrió, amit a szintén petesejtből kialakuló szikanyag táplál. Az embrió vékony nyélen kapcsolódik a szikzacskóhoz, így rendkívül érzékeny a rázkódásra. A kajmánok évente körülbelül 10-40 tojást raknak, amiből 3 hónap után csak minden 5. kel ki. A tojásokat meg kellett, hogy jelöljük. Tudnilik, ezekhez hozzányúlni nem szabad, tehát ellentétben a madártojásokkal ezt forgatni nem szabad.
Tehát azért van a teteje megjelölve feketével, hogy még véletlenül se kerüljön sor arra, hogy valaki hozzá. A kajmán tojás érzékenységét bizonyítja az is, hogy ebből a 18 tojásból mindössze 3 kelt ki, annak ellenére, hogy mindegyiket ugyanolyan körülmények között tartották. 2 ki nem kelt tojást felbontottunk, hogy megtudjuk, melyik fázisban haltak el. Jól látszik, hogy egyik sem tartalmazott embriót, ami arra utal, hogy egészen korai stádiumban szakadt meg a fejlődési folyamat. Ennek oka lehetett fertőzés, vagy akár egy kisebb mozgatás is. Ez a 3 kis kajmán most 1 hónapos és alig 20 cm-esek. Állandó 28 fokon tartott terráriumban élnek, szüleiktől elkülönítve, akikkel valószínűleg már soha nem találkoznak. Táplálkozás szempontjából elsősorban gerincteleneket, kisebb gerinceseket, halakat fogyasztanak, amiket még el tudnak kapni. Már a kicsiknek is tűhegyesek a fogaik, jó ragadozóhoz híven a terráriumban kis halakra vadásznak. Bár a természetben a krokodilfélék, így a kajmánok is rendkívül gondos szülők, ha itt az állatkertben ezeket a kis kajmánokat szüleikkel összezárnák, azok felfalnák őket. Ennek oka, hogy itt a kicsik anyjuktól távol, keltetőben jöttek a világra. Így nem alakulhatott ki közöttük olyan kötődés, mint a természetben. Az anyuk vigyáz rájuk, hiszen nagyon sok veszély fenyegeti őket. Ilyenkor a teknősök, gyíkok és madarak lepik el azt a területet, ahol kikelnek a kis kajmánok és vadásznak rájuk. Ezt próbálják megakadályozni a krokodilanyák. De hogy nem láttam egy kajmán se. Úgy tanultam, hogy errefelé nyüzsögnek a kajmánok. Na nem, mintha hiányoznának. A kajmán a trópusi övezet lakója, elsősorban Dél-Amerikában, Brazília és Argentína esőerdeiben él. A leggyakoribb faj a pápaszemes kajmán. A nílusi krokodilnak csak távoli rokonai, ám annál jóval kisebbek, testhosszuk legfeljebb 3 méter. Színezetük és mintázatuk változó, ez azonban nem lehet gátja a családalapításnak. A pápaszemes kajmányok egyfajban tartoznak, 2 külön alfajban. Ez nem jelent gátat a szaporodásuknak, hiszen képesek voltak, mint láthattuk, létrehozni hibrideket is. Ez nem túl szerencsét, de sajnos nálunk történetileg így alakult ki a veszély mellkerben, hogy 2 különböző alfaj alkot egy párt. Külső jegyeik alapján egyre úgy néz ki, hogy inkább az apjukra ütnek a kis kajmánok. A kajmánok viszonylag későn 4-7 éves korukra válnak ivaréretté. Az egyméteres testhosszuk eléréséig jaguárok, anakondák vadásznak rájuk, felnőttként azonban maguk válnak hírhet ragadozókká. Elsősorban halat, kisebb gerinceseket, melegvérű emlősöket, madarakat esznek. Az állatkertben hetente egyszer kapnak enni. Az etetésnél a gondozónak is óvatosnak kell lennie, mivel 72-78 pengeéles fogával egy nagyobb kajmán képes akár az ember karját is leharapni. De ezeknek az ékszerteknősöknek, akikkel a medencén osztoznak, sem árt vigyázni. A ragadozó állkapcsa olyan erős, hogy akár a páncélt is szétroppantja. Rettegniük azonban még a teknősöknek sem kell. A kajmán kedvence ugyanis a halhús. Ezt láthatták ma a Kaleidoszkópban hazánk és a világ érdekességeiből. Újabb kisfilmekkel várjuk Önöket a jövő héten is, a viszontlátásra!